A fürdőszobában az ember úgy van, hogy mindig valami jó kis extra dolgok is legyenek, ami feldobja egy reggelt az indulás után, és ehhez jöttem ötletet gyűjteni elsősorban. Mi már visszatérők vagyunk, tavaly előtt is itt voltunk. Szeretjük az új inspirációkat. Anya elrángatott, hogy nézzük meg a bútorokat, meg a szipi szuper kádakat. Ez egy nagyon jó platform nekünk arra, hogy tényleg bemutassuk, hogy milyen termékeink vannak, mind a végfelhasználóknak, mind pedig a tervezőknek, dizájnereknek. Én úgy érzem, hogy évről évre egyre jobban sikerül, nagyon színvonalasak a kiállítók, mi is igyekeztünk egy elég színvonalas termékpalettával kijönni. Gyakorlatilag itt arról van szó, hogy a teljes bázis, amit itt megkaptunk, a lehetőséget, azzal élni tudunk, és nagyon sok megrendelővel kapcsolatot teremtünk. Az előző évben is már itt voltunk, sőt az előtti is, de a tavalyi évben mi a Konstromára koncentráltunk, és rájöttünk, hogy elhibáztuk, úgyhogy idén egy gyönyörű bemutatót készítettünk a vásárlóknak. Sikerült egy szuper három napot töltenünk a bokcsarnokban. Nagyon hatékonyak voltunk igazság szerint, mert nagyon élveztük a kiállítást az első perctől a végéig. Mi arra számítottunk, hogy sok partner jön ki, lakberendező, belső építész, kivitelezők, és persze a végfelhasználók is. Én úgy érzem, hogy mind a kettőből azért jócskán sikerült találni. Most nagyon fáradtak vagyunk, de nagyon jól éreztük magunkat azért, mert nagyon sok látogató volt, számunkra egyébként értékes látogatók voltak, úgyhogy egy nagyon sikeres kiállításon vagyunk túl, ez biztos. Sok érdeklődő volt, tehát aki konkrétumokkal jött, rajzokkal, tervekkel, tetszett az összetétele a látogatóknak, hogy kifejezetten szakmai érdeklődés volt. Mi is kiállítók vagyunk, most ezen a rendezvényen nem vagyunk, csak felmértük maga a helyzetet, hogy ki milyen elegánsan jelenik meg, és próbáljuk mi is ezt majd hozni a jövő évre. Nagyon sokszínű az egész kiállítás, ilyen szempontból hasznos, hogyha ez évente követhető. Megérte eljönni.